Az I.S. Gyula megyei könyvtár az idei esztendőben vehette át a minősített intézmény címet. Ezzel lezárult egy folyamat, és új korszak vette kezdetét. Ez a jelenleginél is magasabb fokú feladatellátást tűz ki maga elé célul. Az intézmény vezetése úgy gondolta, nem akarnak ülni a bölcsekkövén, és létrehoztak egy civil szervezetet egyfajta szakmai kontrollként. Ennyi a rövid történet. Hát a Tolna megyei I.S. Gyula könyvtár azzal, hogy megnyerte, megkapta idén a Kultúra napján a minősített könyvtári címet, ez nem azt jelenti, hogy befejeztük ezt a tevékenységet. Ez egy folyamatos elköteleződés a minőség iránt, aminek új és új feladatai vannak. Ebből a szempontból nagyon fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a könyvtár egyre erőteljesebb civil kapcsolatokat építsen ki. Nem csak azért, hogy együtt tudjunk működni civil partnerekkel, bár ez is nagyon fontos, hanem azért is, hogy legyen egy olyan fajta állandó visszajelzés a működésünkről, a belső döntéseinkről, legyen egy olyan fajta hozzánk érzelmileg elkötelezett, kötődő civilek részéről, aki nem mi vagyunk, tehát nem a saját magunk túlgondolt döntéseinek a csapdájába esünk bele. Ugye sokan ismerjük azt, hogy azt a jelenséget, hogy valami természetesnek tűnik, mert hogy mindig mi gondolunk végig. Kell valaki, aki rákérdez arra az egyszerű kérdésre, amit pont nem veszünk észre. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tekintjük azt a fajta egyesületi formát, amiben tudunk magunkhoz kapcsolni olyan fajta civil partnereket, akikkel jól tudunk együtt dolgozni, akik komolyan gondolják azt, hogy a közös hivatás a Tolna megyei könyvtár ügyfejlesztése, és ebben a szempontból tudunk tőlük időnként tanácsokat kérni, időnként leellenőrizni a saját stratégiai döntésű céljainkat. A civilek teljesen másképp látják ezt az egészet, ők nem a hivatali részét látják, hanem azt, hogy jót csináljanak, és olyan történjen, ami eddig nem. Tehát nyilván itt a kapcsolódási pont, hogy az egyesület olyan célokat érhet el, és olyan rendezvényeket csinálhat, olyan emberekkel találkozhat, olyan kezdeményezéseket indíthat útjára, amik eddig nem voltak. Nyilván ez a kettő találkozik, hiszen azért könyvtár barát egyesület, és azért lép be az ember, mert a könyvtár az neki nagyon fontos. De hogy megfogható könyvek még mindig vannak, olvasni kell, és nem feltétlenül csak internetes felületeken vagy telefonon, de az is nagyon jó, mert olvasni kell és haladni kell a technikával. De legyen a hely, legyen a könyvtár tényleg egy találkozási hely, ahol nem csak olvasunk, hanem történnek is dolgok. Erre nagyon jók ezek a civil egyesületek. Senki nem akarja elhallgatni, hogy a forráskutatás is fontos a döntés meghozatalában, hiszen vannak olyan pályázatok, melyek csak a civil szervezetek számára nyitottak. Intézmények nem mindenhova pályázhatnak. Nekünk már a könyvtárral 10 éves együttműködésünk van, próbáltuk segíteni a közös rendezvényekbe, vagy olyan rendezvények elérésében, amikre ők nem pályázhattak, és akkor közösen pályáztunk. Például erre is jó ez az egyesület, hogy akkor itt házon belül, a könyvtáron belül nem kell egy külső egyesületet bevonni, hiszen egy olyan csoporttal működhet együtt, akinek közös a cél, vagy egyformák a céljaik, azonosak a céljaik. Nyilván, amikor olyan kérdéseket tesznek föl, amit én nem biztos, hogy magamnak föltennék, vagy szeretnék föltenni, akkor a leghasznosabbat csinálják nekünk, közben az ember persze bosszankodik, hogy ezt a kérdést én nem vártam volna, és miért pont tőletek, de ha tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy a minősített könyvtári cím azzal a felelősséggel jár, hogy egyre jobban és egyre tudatosabban fejlesztjük a saját szolgáltatásainkat, akkor ezekkel a dolgokkal szembe kell tudjunk néznünk. Egyértelműen szükségszerű egy holdudvar az intézmény köré, mely egyrészt szakmai kontroll, másrészt a közös jövőkép kialakításának és megteremtésének is részese, mondják az érintettek. Hogyha megindulnak ezek az apró különböző civil egyesületi formák, ezek megerősödnek, fölnőnek, megtanulják jól érvényesíteni a saját véleményüket,
abból tényleg össze tud állni egy olyan alulról szerveződő társadalom, ami biztos, hogy jobban, rugalmasabban fejezi ki a társadalom véleményét, és jobban tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz, mint hogyha az egész egy különböző merev struktúrákon keresztül vezetődik csak. Ha ténylegesen jól találtuk ki az Egyesület céljait, és jól találtuk meg azokat az embereket, akik ebbe szerepelnek, akkor számottevő, a mi véleményünktől kicsit eltérő vélemény is meg tud jelenni. Tehát, hogy az a fajta lehetőség, hogy fűvülünk a saját levünkbe, és megtaláljuk az okosságokat, ahhoz képest jön valaki friss szemmel rájunk néz, és azt mondja, hogy oké, értem én ezt a stratégiát, de ez miért van úgy benne? Az meg miért nem úgy van benne? És hogyha ezek a pontok előjönnek, akkor már nagyon sok segítséget kaptunk attól a civil egyesülettől, amit most létrehoztunk.